A katolikus oktatási intézményben Veni Sanctének nevezik a tanévkezdő ünnepséget, egy egyházi ének kezdő sorairól, melynek jelentése Jöjj, Szentlélek. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére szeptember 1-én reggel 8 órakor került sor az iskola udvarán. Veni Sancte Spiritus, vagyis Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk! Ez a felirat fogadta a Katolikus Általános Iskola tanévnyitójára érkezőket. Az ünnepség elején köszöntötték a tiszafüredi katolikus egyházközség két új plébánosát, Baranyák Béla és Tál Péter atyát, valamint az önkormányzatot képviselő Vargáné Balogirin alpolgármestert. Árvai Erika, az iskola hittudományi munkaközösségének vezetője, az egész közösség nevében szólította meg Béla és Péter atyát, majd a gyermekek képviseletében Lang Luca egy verssel köszöntötte az egyházközség két vezetőjét. Bejelentették a tanévnyitó vendégeinek, hogy augusztus 25-én az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek adta át a Szent Gellér díj aranyfokozatát az intézmény igazgatójának, dr. Kristonné Kis Klárának. Két nyugdíjba vonuló pedagógus, Török Jánosné és Nagy Imréné átvette a pedagógus szolgálati emlékérmet. A közösség nevében mindkettőjüknek megköszönték áldozatos munkájukat és a nyugdíjas évekre jó egészséget, békességet kívántak a két pedagógusnak. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Három Királyok Óvoda igazgatója, dr. Kristonné Kis Klára bejelentette, hogy 453 tanuló kezdi meg az új tanévet az iskolában. Az első osztályos gyermekeket külön is köszöntötte. Elmondta, hogy nagy szeretettel várták őket, és az iskolában vidáman telnek majd a napok. Igazgatóasszony kérte a szülőket, hogy együtt keressék a problémákra a megoldást a gyermekek fejlődése érdekében. Mivel az iskola eredményessége nagyban múlik a diákok hozzáállásán, munkáján, ezért kitartó munkára szólította fel a tanulókat. Most egy olyan tulajdonságról szeretnék szólni, amelyet kiveszőben látok, de az érvényesülésnek nagyon fontos feltétele. Ez a kitartás. Miért nem vonzó szó ez, s főleg a tartalom? Kitartás, kitartó. Ha valaki kitartóan végez valamit, biztos hosszú ideig teszi, márpedig a mi felgyorsult életünkben gyorsan, minél előbb végre kell hajtani a dolgokat. Minél hamarabb eredményt kell elérni. Ami sokáig tart, unalmassá válik, hiszen olyan tág a teremtett világunk, félő, hogy valamiről lemaradunk. A kitartásban semmi könnyedség sincs, semmi lezsesség. A kitartásra valami külső körülmény, mások akarata, a diák életben a szülők, tanárok ösztönzése kényszeríti az embert. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Mi van, ha mások akarata, nem mások akarata, nem külső körülmény kényszeríti az ember kitartása? Mi van, ha magam döntök úgy, hogy kitartó leszek? Nem addig, amíg megváltozik körülöttem a világ, csak addig, amíg én elhatározom és eldöntöm, hogy amíg ezt a feladatot ellen végzek, nem állok fel. Csak addig, amíg azt a mulasztásomat nem pótoltam, nem kapok bele újabb dolgokba. Csak addig, amíg a szokás, amit magam is rossznak tartok, elhagyom, nem leszek jobban önmagammal. Próbáljátok ki, mi van, mi történik ilyenkor. Én elárulom nektek. Nem fáradt leszel az elvégzett feladat munka után, hanem elégedett. Nem idegeskedéssel viseled tovább a mulasztás terhét, hanem felszabadulsz. Nem nyomaszt a hibád, a bűnöd, hanem sokkal több energiát, sokkal több erőd lesz. A kitartásnak ugyanis ez a titka, ez a lényege. Lelki erőt ad. Minél kitartóbbak vagyunk, annál többet. Olyan, mint a szeretet. Minél tovább fogyasztod, minél inkább élsz vele, annál több lesz a birtokodban. Kívánom, hogy a 2015-2016-os tanévben mind több diák élje át ezt a lelki állapotot. Most hozzátok szólok, kedves 8-os diákjaink! Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok be ebben a tanévben. Válasz út előtt álltok,
az első fél év végére középiskolát kell választanotok. Merre tovább? Hol folytassam tanulmányaimat? Dönteni sohasem könnyű, de könnyebbé lehetett eltenni a tanulmányi eredményetek, jól megfontoljátok szüleitek döntését, és úgy tanultok, hogy a tanáraitok számára is kedves legyen az. Kéritek és elfogadják a segítséget. Használjátok ki a nyílt napok nyújtotta lehetőségeket, ismerkedjetek a középiskolák sajátosságaival, hogy könnyebb legyen majd dönteni. Magatartásatokkal, forgalmatokkal, mint az iskola legidősebb diákjai, mutassatok jó példát az alsó évfolyamos társaitoknak. Tanuljatok úgy, hogy évvégén elmondhassátok, én mindent megtettem azért, hogy sikeresen folytassam tanulmányaimat a választott középfokú oktatási intézményben. Kedves kollégáim! Az új tanév küszöbén kérlek benneteket, hogy továbbra is közös akarattal munkálkodjunk azon, hogy az idejárgyó gyermekeknek hitet, tudást és szeretetet tudjunk adni. Bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjunk. Az osztálykirándulások, lelkinapok, osztálymiség, tanulmányi versenyek, táborok, közös színházlátogatások, kerékpártúrák mind-mind élményekkel gazdagítanak, és nem utolsó sorban fontos építőkockái lehetnek egy valódi közösség kialakításának, formálásának. A mindennapi munkához sok örömet, jó egészsége, kitartás, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igazi segítőtársakat, közösen elért és megért sikereket, optimizmus, a pedagógus kollégákkal, lelkipásztorokkal együtt jó csapatmunkát kívánok. Ezzel a 2015-ös, 2016-os tanévet megnyitom. Az iskola első osztályos tanulói versekkel köszöntötték az iskolát, először a Három Királyok óvodából, majd a Nyitnikék és Cseperedő óvodából érkezett gyermekek álltak a közösség elé. Vargáné Balogirén alpolgármester asszony is üdvözölte a jelenlévőket, hasznos, tartalmas tanévet kívánt a diákoknak, a pedagógusoknak, a szülőknek. Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a körben is. Újvár Imre polgármester valamint Tiszteletbeli Város Önkormányzata nevében. Két új atyával gazdagodtunk valamennyien, és azt szeretném mondani, illetve nekik is, azt kívánom, hogy töltségben nagyon hasznosan, nagyon tartalmasan, szeretetteljesen ezeket az éveket, reméljük, hosszú évekig lesznek itt velünk, és mindannyian ugyanazokat az érzéseket fogjuk érezni hosszú évek során, amikor ők itt lesznek, és amikor együtt lehetünk. Én szeretnék mindenkinek nagyon tartalmas és nagyon hasznos évet kívánni. Gondolom, sokan, a kisebbek és nagyobbak is már várták ezt a napot, illetve lehet, hogy annak közötti olyanok is, akik inkább még voltak volna otthon egy kicsit pihenni. Én kívánom valamennyi pedagógusnak és valamennyi szülőnek, gyermeknek, hogy ezt az évet is tartalmasan és tudással töltse el, és ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget a következő tanulmányra. Baranyák Béla atya egy iskolatáskával érkezett a tanévnyitóra, amelyből három tárgyat emelt ki, az expanderrel a test, a lexikonnal a tudás, egy nagy piros szív felmutatásával a lélek fontosságára és fejlesztésére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Isten azt szeretné, mondta, hogy szép életünk legyen, s jól érezzük magunkat a bőrünkben. A tanévnyitó ünnepség után az iskola tanulói a templomban megtartott szentmisén vettek részt, majd megkezdődött számukra a 2015-16-os tanév első tanórája.